Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. The Crew, The Quest for Planet Nine. Már is a 71. helyen ez a 2019-es kooperatív kártyajáték, mely félúton van a The Mind és a Hanabi között. Előbbitől a folyton nehezedő küldetés rendszerét és izgalomfaktorát, utóbbitól pedig az agyégető megoldáskeresést és szigorú keretek közé szorított információ átadását örökölte. Pedig valójában egy ütésvívős, nagyon egyszerű játékról beszélünk. 40 kártyalap, az ugyanolyan színű, nagyobb értékű kártya pedig üti a másikat, aki a körben ennek megfelelően a legerősebb lapot játszotta ki, viszi a lapokat. A feladat a kampány szinte minden pályáján az lesz, hogy véletlenszerűen meghatározott lapokat bizonyos játékosok vigyenek el egy-egy ütéssel. Ezt kell jól kisakkozni közösen, úgy, hogy kommunikációnk csak egyetlen saját lapunkra korlátozódhat. Ha sikerül az adott pálya, jöhet a következő, ha nem, ismételhetünk. Nem világmegváltó, de gyors és egyszerű rendszere miatt, annak ellenére is tudom ajánlani, hogy ez a Keressük meg a 9. bolygót háttérsztori úgy kell neki, mint Áruháznak a szülői értekezlet. Értékelésem, élménydús családi játék.